Krisztus voskres, Krisztus föltámadt, kedves nézők, kedves testvérek, örvendünk az Úr Jézus győzelmének. Ebben az elmúlt időszakban, a nagybőjt 40 napban többször figyeltünk, mint máskor, a keresztre, a szenvedésre. Nyilván mindenki a saját szenvedésére, vagy környezetében szerettei szenvedésére többet figyel. De megtanultuk, hogy Jézus magára vette a világ minden bűnét, magára vette a világ minden szenvedését. Ha valaki szenved, akkor az a drága Jézus, a Krisztus. Mi részesedünk az ő szenvedéséből. Csak így érthetjük meg, miért szenved az ártatlan. Miért szenvednek ma is ártatlanok, hiszen üldözik a keresztényeket a világ sok helyén. De ma is szenvednek halálosan betegek, az ártatlan gyermekek is. Ezekre a fájdalmas miértekre csak a drága Jézus keresztjében találjuk meg a megoldást, a választ. Igaz, hogy ez szubjektíve, éppen az adott helyzetben elég nehéz elfogadni. De a mi hitünket éppen ez erősíti, amikor először is elfogadjuk a keresztünket, másodszor meg is köszönjük a keresztünket, és harmadszor pedig, amikor fölismerjük, hogy ez az Úr Isten dicsőségét szolgálja. Hiszen a mi drága Jézusunk, a Kálvária, az utolsó stációm keresztútjának a végén azt mondja, most dicsőül meg az emberfia. Amikor mi azt gondolnánk, hogy vége mindennek, szörnyű kudarc, szörnyű szégyen várja a mi mesterünket, ő azt mondja, most jött el az ő órája, ezért jött a világra. Hála ezért néki, nagyon nagy hála, hogy ő vállalta a mi bűneinket, ahogy Szent II. János Pál pápa írja, üdvözl légy Krisztus keresztje, bárhol található is jeled, Krisztus ott tanúságot tesz az ő húsvétjáról, a halálból az életbe való átmenetről, tanúságot tesz a szeretetről, amely a halált legyőző élet ereje. Üdvözl légy kereszt, bárhol is vagy, tereken vagy az út mentén, ott, ahol az emberek szenvednek és haldokolnak, ott, ahol dolgoznak, tanulnak és alkotnak, mindenhol férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában, és az emberi szívekben. Üdvözl légy Jézus Krisztus keresztje! Kedves nézők, kívánok mindannyiuknak áldott, kegyelemteljes húsvéti ünneplést! Dicsértessék a Jézus Krisztus!